Ebben a házban élt dr. Dobos Ferenc belgyógyász főorvos, a Ceglédi Kórház 1930-ban kinevezett első igazgatója, hirdeti az ipartestületi székház falán 2016-ban felavatott tábla. Itt emlékeztek most az elismert szakemberre tisztelői, a Városvédő Egyesület, az ipartestület, a kórház igazgatója és a Túri család. Szemmel Weissnap alkalmából úgy gondoltuk, hogy ez méltó lesz arra, hogy Dobos Ferencre, a Ceglédi Kórház belgyógyász főorvosára, aki egyébként az első igazgatója volt ennek a kórháznak. Megemlékezünk nagy tisztelettel, nem csak városvédők, hanem az egészségügyi dolgozók, és családom nevébe is, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy közéjük tartozhatunk. Kevesen vannak már, akik ismerhették őt, de akik igen nagy szeretettel gondolnak rá. Gondolkodtam ezen, hogy vajon ki az, aki még őt ismerte. Hát ismerőseink közében a feleségem és én, akik biztosan láttuk, és egy nagyon-nagyon szimpatikus ember volt, és olyan szimpatikus megjelenése volt, amit nem lehet elfelejteni, és ma is azt gondolom, hogy példaképünk lehet. A jelenben kötelességünk a múlt nagyjaira emlékezni, mert csak annak van jövője, aki ezt megteszi. Az egészségügy mindig egy különleges terület volt, mondta megemlékező gondolataiban dr. Pusztai Dezső, a kórház főigazgatója. Mára sajnos a politikai hadszíntér az, ami leginkább jellemző az egészségügyet, illetve az a bér elégedetlen dolgozóknak a megnyilvánulásaiból hallatszik. Én azt gondolom, hogy sajnos pont ezekkel a dolgokkal nem kellene annyit foglalkozni, hanem a nagy elődöktől példát véve a munkának, a szakmáknak, minden egészségügyi dolgozónak, a saját szakterületén a tisztességes munkavégzésnek, a példamutató, kitartó munkának a általuk képviselt, elődeink által képviselt példáját kellene követni. És ezt az emléket őrizni, és ugyanúgy, ahogy eddig tették, és tesszük most is, én azt gondolom a továbbiakban is ezt követni, ezt a példát. Az emléktáblára tehát most Semmelweisnap alkalmából kerültek koszorúk, és a hagyományt mindenképpen folytatni fogják, hangzott el a megemlékezésen.